Sziasztok, kedves nézőink, sziasztok, faszom szájó. Robi első, neked köszönném, hogy küldted a csomagot. Nagyon szépen köszi. Gyertek, nézzétek meg, hogy milyen csomagról van szó. Csak én már előre felbontottam a csomagot, mert nagyon nehezen lehetett volna felbontani időben, mert még az is időt veszített volna nekem, hogy bemutassam, hogy miről van szó. Na, akkor lássunk hozzá, hogy miről van szó. Ja, meg még ugye még meg sem néztem, hogy miről van, mik vannak benne, csak nektek akarom megmutatni, hogy mit kaptam. Na, ugye élelmiszerről van szó, látok, nézzétek meg. Na, akkor törgessük a témát felfele. Na, elsősorban kenyér, de ez olyan kenyérről van szó, hogy ami ilyen fagyósoknak való kenyér. Ez erről ennyi, így. Akkor menjünk tovább, akkor ez cukor, ezt amit mutattam a múltkor is már nektek, akkor nézzük, hogy mi van, tejafilterről van szó, ez is azt a tejafilter, meg is mutatom, így is, hogy látszódjon, így is, és akkor haladjunk tovább. Csomag tészta, spagetti tésztáról van szó. Ez étolaj, ugye bár minden háztartásban a legfontosabb kellék. Akkor haladjunk, haladjunk. Ezeket tudjátok, hogy ezek mik, remélem. Májkrém, van szó. Azért gyorsan csinálom, mert nekem is még idő, még meg megyek a fontosabb helyre. Nézzétek meg, ez egy, ja, ez egy finom lisztről van szó. De nem felejteném bemondani. Akkor ezt tudjátok, hogy mi ez. Ez is egy finom tejcsi. Tejecskéről van szó. Hát akkor minden gyerek szereti. Háztartási kekszről van szó. És akkor ugyebár azt mondja, hogy mi is ez vajon, mi is ez vajon, direkt szívom a véreteket, találjátok ki, hogy mi ez. Rizsről van szó. Meg is szörgetem nektek, de meg is mutattam el. Hátát is, hogy nézzétek meg. Na, ezek voltak benne. Akkor még Robi még hozzászólnák még egy-két szót. Így tovább nézzél engem, írjál, küldjél akkor nekem csomagokat. De bármit is elküldete, nem muszáj pont élelmi csomagról van szó, hanem küldete nekem bármilyen ilyen műszaki dolgokról is neked, és akkor be tudom neked mutatni. Szia Robi! Sziasztok nézőim, sziasztok faszom szájaim!